Kedves testvérek, most a negyedik parancsolatot vesszük a Szentírásból, a katolikus beosztás szerinti negyedik parancsolatot, mert ha visszaemlékeznek rá, akkor mondottam, hogy ugye más a zsidó felosztás, más a protestánsok felosztása, és más a miénk. Az első kettőt mi összevonjuk, a faragott képet, a Uradat Istenet imáddal, és így jön ki nálunk a negyediknek. A protestáns Bibliában, vagy a protestáns katekizmusban ez az ötödik parancsolat már, illetve a zsidóságnál is. Sőt, a zsidóságnál a két kőtábla nem úgy oszlik meg, mint nálunk, hogy 3 és 7, hanem 5-5. Nálunk, mert ugye beleveszik még a negyedik parancsolatot is, mondván azt, hogy bizonyos fokig az Atya Isten tekintélyével állnak a szülők a gyerek mellé. Nálunk az első 3 kifejezetten Istenre vonatkozó parancs, és a többi pedig az ember és embertársi kapcsolatainkra. Mi csak így szoktuk mondani, hogy atyádat és anyádat tiszteld, ezzel lezárjuk. De akik régen tanulták a hittant, azok hosszasan tudják, hogy így szól pontosan a kivonulás könyvében, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened adott neked. Nem különben hosszabb a másod törvénykönyvben is, tiszteld apádat és anyádat, amint az Úr, a te Istened parancsolta neked, hogy hosszú életű légy és jól menjen a sorod azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened adott neked. Tehát egy ilyen ígérethöz fűzötten olvassuk a Szentírásban a negyedik parancsolatot. Talán még emlékeznek rá, testvérek, hogy egyszer a jezsuita templomban tartottam még úgy a kezdetén az ifjúságról egy előadást, amit talán még a televízió, ha nem is vett föl, de nagyon sokan voltak rajta, és ilyen megdöbbentő 3 idézettel kezdtem, amiben sínfelik az ifjúságot, hogy ilyen az ifjúság, olyan az ifjúság, amolyan, és akkor ilyen hatásszünetet tartottam, és megkérdeztem, hogy ugye, hogy így gondolkoznak a mai emberek, és akkor mindenki bólogatott, és kiderült, hogy az egyik a 4000 éves babiloni agyaktáblákról való volt, a második Platontól, a harmadik pedig Shakespeare-től. A Biblia nem áll bele az ifjúságot sínfelőknek a sorába, és a szülők és a fiataloknak a kapcsolatát nagyon egészében és teljességében nézi, főként úgy, hogyha belevesszük, hogy az újszövetségi szentírás adja a teljességet, majd amire ki fogok még térni. Ha megkérdeznénk általában az embereket, hogy ezt a parancsolatot kinek adta az Isten, én állítom, hogy azt mondanák, hogy a gyerekeknek. Hát nyilván a gyereknek kötelessége, hogy tisztelje és szeresse a szüleit. Hát először is ez így tévedés, másrészt nem azért kell gyermeket vállalni, hogy az engem tiszteljen, a szülőt, és hogy szeressen, mert valójában ezt a szeretetet neki majd tovább kell adnia. Tehát az igazi szülő az nem mondjuk egy önszeretet formájában neveli a gyermeket, hanem azért, hogy azt a szeretet, amit ő ad neki, azt majd adját az utódainak, és így az élet áramával a szeretet és gondoskodás is menjen tovább a világon. És hogyha most az Ószövetségnek a távlatába helyezzük, amikor ezt a parancsolatot kapták, ugye a zsidó nép vándorol a pusztaságba. Eljöttek Egyiptomból, ott vannak a pusztaságba, ahol, hát mondjuk meg, sokkal inkább nagy volt az idősekre leselkedő veszély, a halandóság, mint még egy rabszolgaság keretei között, de konszolidáltabb viszonyok között is. Mert itt se élni, se élni valójuk sokszor nem akadt nekik. És amikor vonul a zsidó nép, akkor kapják ezt a parancsolatot. De nem a kisgyerekeknek szólt, hanem a középkorú embereknek. Mert ott voltak gyermekek abban a vándorló népben, voltak középkorú emberek, és voltak öregek, akik bizony ott haltak meg, hiszen szinte benne volt a parancsban is, hogy illetve az ígéretekben, hogy ennek a lázadó népnek ki kell halni. Mert nem méltók arra, hogy
a lázadás után bejussanak az ígéret földjére, tehát a 40 év épp elegendő volt ahhoz, hogy az Egyiptomból kijött idősek ott meghalljanak a pusztaságba. De hát annak az öregnek addig volt betegsége, volt nyomora, fáradtsága, és ekkor kapják a parancsot, hogy a középkorú, még életerejében lévő ember gondoskodjék az időszülőről. Tehát az aktualitása ugyanígy megvan. Csak hogy most mi azt a világot éljük, hogy érdekes módon, hogy a gyermekről szinte majdnem végestelen végig gondoskodni. Mert korábbi időkben, és itt tényleg egyáltalán nem arról van szó, hogy bezzeg az én időmben, ugye merre szoktuk mondani, hanem a valóság az volt, hogy ezelőtt 50 évvel egy gyermekre, egy 15 éves gyerekre rá lehetett bízni állatokat, el tudta vezetni már sokszor a háztartás is, hogyha az anyja meghalt, és egyáltalán sokkal önállóbb volt, és a szülő nem is tudta úgy segíteni szegénysége okán a gyermeket. Most mi van? Nem csak a munkahely megszerzéséig, vagy az egyetem elvégzéséig kell segíteni, gyakorlatilag a lakás hozzájutás, az első gyerek fölnevelése, meg minden. Azt lehet mondani, hogy legalább olyan tehertétel a nagyszülőre nézve, mint korábban. Tehát egy olyan világot élünk, amikor a szülőnek kell szinte gondoskodnia, amíg él a gyerekről, még olyan formán is, ez már ugyan már egy visszaélés, hogy beteszik az öreg szülőt a szociális otthonba, havonta egyszer a nyugdíjfizetés idején megjelennek nála a gyerekek, akkor ottan körülpuszigatják az öregeket, és szép lelkiismereti furdalás nélkül elveszik a megtakarított pénzét. Ezek faktumok és tények, mivel hogy a fiataloknak ugye erre szüksége van, mondjuk. Tehát először is egy ilyen világban élünk, másrészt ennek a világnak még az is a kifacsartsága, hogy roppant nagy a fiatal kultusza. Ebből adódik az, hogy minden reklám, minden plakát a fiatalt és az életerőst akarja bemutatni, és bizonyos fokig ezt akarja majmolni az öreg is. Amikor le akarja tagadni a korát, öltözetében, ruházatában, mindenben úgy akar viselkedni, mint amíg 20 éves volna. Na most, miért mondja így, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet a te Istened adott neked? Először is tudni kell azt, hogy ebben az időszakban a zsidó nép még nem jutott el a föltámadás hitére. Úgy sejtették, hogy ha meghalunk, van egy árnyék lét, egy seol, tehát nem azt mondták, hogy abszolút kimúlásunk lesz a halál után, de azt pontosan nem lehet tudni, hogy miféle élet következik utána. Az a meggyőződés, hogy van élet, és nem akármilyen élet, méghozzá, mint az Isten az örök életben biztosít, ez csak a Krisztus előtti idők, a makkabeusi korszaknak a nagy kegyelmi ajándéka volt. Ha pedig ez így áll, akkor mi lehetett egy ember számára a legnagyobb jutalom, pontosan ugyanaz, mint a mai materialista emberé, aki nem hisz abban, hogy van örök élet, akkor ezt az életet kell kitolni minél hosszabbra. Mert ez a biztos, és ez a szándék a mai embernek, hogy ha kell az orvostudománynak, meg a patikának minden áron való bevetésével is hosszabbítsa az életét. Most az, hogy ha tiszteled atyádat és anyádat, akkor hosszú életű leszel azon a földön, amit Isten adott neked. Herceg Ferencnél olvastam érdekes módon erre egy érdekes magyarázatot, hogy miért lehetett ennek. Ennek van egy természetes magyarázata is. Vajon miért? Mert amíg valakinek élnek a szülei, addig ő mindig gyerek. Ilyen vagyok Kalocsa kecskeméti érsek, én apám, anyámnak, akik hál' Istennek élnek, a gyereke vagyok. És ők mondhatják nekem, anyám szokta mondani, kisfiam, gyere ide, apám nem szokott így hívni, de anyám mondhatja, hogy kisfiam, gyere ide. Vagy fiam, gyere ide. Én addig gyerek vagyok. Na most, ameddig élnek valakinek a szülei, addig azt mondja, nem vagyok én öreg, hát még apám is él, meg anyám is él. És valamiképpen az a gyerekség tudat, ez is inspirálja őt arra, hogy ő neki élni kell. És minél inkább gondját viseli a szüleinek, azok annál tovább élnek. És ezáltal ő maga hosszú életet is él, ezáltal is él. Tehát egyfajta természet és magyarázata is van ennek, hogy mindaz, aki szüleinek gondját viseli, a maga fiatalságát, a maga élet dinamizmusát is jobban meg tudja őrizni. Az Ószövetség elég sok helyén foglalkozik
a gyermek és a szülő viszonyában. De azt kell látnunk, hogy az Ószövetség az inkább a szülőknek a pártjánál még. Majd Jézus adja ki az egészet és a teljességet. És annál is inkább, mert ez egy patriarkális társadalom volt. Azt mondják a történészek, hogy lehet, hogy először matriarkális, tehát anyagjogú társadalmak voltak a kezdet-kezdetén. Erre azért teljes bizonyítékok nincsenek. De hogy az Ószövetség patriarkális társadalom volt, ahol az atya minden volt, Ábrahám, Izsák, Jákob, és voltak szentasszonyok is, és nagy asszonya is az Ószövetségnek, de elsődlegesen az atyák jelenítődnek meg, mint méltóságteljes és tiszteletre méltó emberek, ezért inkább az ő pártjukon áll a Szentírás, illetve nekik ad elsőbséget, amikor a szülők iránti tiszteletről és a szülők iránti gondoskodásról szól. Hát a tiszteletre és a szeretetre miért van szükség? Először is hálásnak kell lenni a gyermeknek a szülei iránt. Miért? Egyszerű a magyarázat, az életét tőlük kapta. Jól lett, tudjuk az egész teremtés fényében, hogy az Isten igazában az élet adója, de az élet továbbadásában, mint idézőjelbe teszem, mint eszközök, ott vannak a szülők. Tehát az életet tőle kapta a gyermek, a szülőtől, és ezért kell ezt a nagy pozitívumot, mert akármit is mondunk, az élet egy pozitívum, az élet végül is szép tud lenni, és az élet egy ajándék, hogy vagyunk, hogy létezünk, és nem a semmiben, nem létben volna a mi életformánk. Na már most, ha ez így van, akkor ezért hálásnak kell lennünk. Több helyen is szól erről a Szentírás. Először is szól a Sirák fia könyvében, ez egy bölcsességi irodalom, ami már elég későn keletkezett, de a következőképpen magyarázza a 7. fejezet 27. versében. Szívedből, lelkedből tiszteld az apádat, s anyád fájdalmát soha el ne feledd, tehát, hogy világra hozott. Gondolj arra, hogy általuk létezel. Hogy hálálod meg, amit veled tettek? Tehát itt egyértelmű, hogy az életért hálásnak kell lennünk a szülőknek. Utána ugyanezt mondja Tóbiásnak a könyve, ugyanezt a gondolatot fejtegeti. A történeti könyvek között található ez a könyv. Ugye Tóbiás elküldi a gyermekét, tehát ismerős azt hiszem a történet az Ószövetségből, és hivatja a fiát, és azt mondja neki, ha meghalok, temessel illendőképpen, becsüld meg anyádat, ne hagyd el egész életében, tégy kedvére, és ne bántsd meg, ne felejtsd el, fiam, hogy mennyi mindent állt ki érted, amíg méhében hordott, ha meghal, temesd mellém, ugyanabba a sírboltba. Egy szép végrendelete az öreg Tóbiásnak a fiához. Ugyanakkor azt is mondja, hogy annál inkább kell szeretni a szülőt, minél inkább elesettebb. Ezzel ugye egy egészen más szemlélettel áll a szülő kérdéshöz, mint a pogány világ. Mert etológusok meg néprajztudósok mondják, sőt még magyar viszonylatokban is volt rá például Erdélyben, hogy amikor már valaki olyan beteg volt, hogy semmi hasznát nem látták, elment mindenféle büdös barlangokba, mérges barlangokba, és úgy elküldték a szülőt, hogy Japánban is volt rá példa, de mondom, még Erdélyben is volt efféle példa, tudunk erre, hogy jó, most már szedje a sátorfáját, és menjen. És hát ennek van azonban egy modern változata is, amikor gondoskodhatna a gyermek a szülőről, mégis elteszi ugye szociális otthonban. Más kérdés, hogyha ő nem tud róla gondoskodni, nincs hozzá fizikai ereje, nyilván, hogy az egy megoldás. De sok esetben arról van szó, hogy ő neki terhes a szülőnek a gondozása, vagy nem is akarja, éppen ezért ő túltesz a szülőn.
Azt mondja a Sirák fia könyve, fiam, legyen gondod elaggott apádra, és ne szomorítsd meg életed egy napján se. Tehát minél inkább elesettebb egy szülő, annál inkább légy hozzá türelmes és szeretettel. És gondolj arra, hogy amikor fiatal volt, akkor nem így viselkedett. És ez egy nagyon jó szemlélet, mert sokszor tényleg egy hosszabban tartó betegségnél szinte kimeríti már a családot, az időszülőnek az ápolása, de ha fölidézi valaki azt, hogy amikor ő fiatal volt, akkor ő nem ilyen volt, és ő szeretett engem, és mindent megtett értem, akkor ezt az elesettségét és betegségét sokkal inkább el tudom fogadni, és talán lesz hozzá erőm, hogy őt ápoljam. Most a szülői tekintély az Ószövetségben az mindig Isten törvényét szolgálta. Tehát nem általában kellett tisztelni az öregeket, hanem ahogy említettem, egy patriarkális társadalom az atya mögött valamiképpen mindig meglátta az Istent. De mi az anyai szeretet köz, mert a Szentírás olykor anyához is hasonlítja, már az Ószövetség is az Istent. Olyan úgy szeret, mint egy anya. Tehát valamiképpen mindig mögéje látták az Istent a szülőnek. És ezért ennek a tekintélynek egyik fő forrás, hogy az Isten törvényét adják át a gyereknek, ők adják át a következő nemzedéknek, és különösen akkor, amikor ők fogságban voltak, megszűnt a papság. Már olyan értelemben, hogy nem működhetett. Nem volt templom, nem volt zsinagóga. Mi maradt meg? Az, hogy a család összejött, és amit fejből tudtak, elmondtak a gyerekeknek, és így örökítették tovább, mert ők voltak a letéteményesjei a hitnek is ilyen formában. Most a másodtörvénykönyvben, vagy a Zsoltárokra látunk erre szép példát. Véssétek szívetekbe, lelketekbe szavaimat, kössétek őket jelül a kezetekre, legyenek ék a homlokotokon, tanítsátok meg rájuk gyermekeiteket, beszélj róluk, ha otthon tartózkodsz, ha úton vagy, ha lefekszel, ha fölkelsz. Ez a szülőknek a kötelessége, mondja a Szentírás, és éppen ezért fokozott tiszteletet érdemelnek a szülők, mert ők az Isten törvényére tanítják az embereket. Amikor fogságban voltak, akkor is már íródtak a Zsoltárok. És ekkor íródik a 78. Zsoltár, amikor az Isten üdvtörténeti nagy tetteit felsorolták az öregek a gyerekeknek, hogy ezt és ezt tették velünk az Isten, és akkor így mondják, s amit hallottunk, amit megismertünk, s amit őseink beszéltek el nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől, hanem hirdetjük a jövendő nemzedéknek az Úr dicső tettei terejét és a csodákat, amelyeket művelt. Ha erre gondolok, akkor azt kell mondanunk, hogy az elmúlt időszak, évtizedek ilyen szempontból is, hát sajnos nagyon nehezek voltak, illetve a szülők nem mindig teljesítették ezt a fajta kötelezettségüket. Mert először még beíratták hit arra, utána egyre kevésbé, és nem voltak a hit átadói. Egyáltalán nem lettek azzá, és ők maguk is teljesen, hát tudatlanokká, vallástalanokká váltak. Most azt a világot éljük meg, hogy sok esetben az első áldozó gyermeknek a tanításával kell együtt tanítanunk a szülőket, mert annyira kiesett az ő életükből a keresztény és vallásos nevelés. Japánban, ahol az 1600-as években már jelen voltak a hittérítők, a misszionáriusok, és egy kegyetlen vallásüldözéssel kiirtották a papságot és a hierarchiát, a 19. század végén jutottak újra oda misszionáriusok. És amikor elkezdtek ott érdeklődni, hogy tudnak-e valamit a kereszténységről, akkor kiderült, hogy vannak családok, ahol megkeresztelik a gyerekeket, ezt tudták, alapvető imádságokat ismerték, és a 10 parancsolat és alapvető hitismereteket átadtak. Nem többet, de ennyit. Meg voltak keresztelve, mert ilyenkor mindenki keresztelhet, és az alapvető hitigazságot úgy adták át 300 éven át, vagy 250 éven át,
hogy nem járt ott hitoktató, pap vagy püspök azon a vidéken. Hát ugye itt magyar földön e tekintetben sokkal nehezebb volt a helyzet, mert bizony a szülők nem őrizték mindig a keresztény hitet és nem adták tovább. Most érjük azt az időszakot, amikor pótolnunk kell. Na most itt ezekből a szentírási részekből egyértelműen a gyermeknek a kötelességeit olvashatjuk ki a szülők iránt. És mindig, hogy így mondjam, a szülőknek a pártjára áll. És a pedagógiában pedig hát azt mondja, hogy keménynek is kell lenni a gyerekhez, mert különben hát akkor nem igazán szeretjük a gyereket, meri mondani az Ószövetségi Szentírás, hogy ne kíméld a vesszőt a gyerektől. Hát persze nem úgy, hogy úgy megvárni, hogy annak maradandó nyoma legyen, csak úgy figyelmeztetni. A svájci rabbit kérdezték, ugye, hogy ebben a Hankisféle sorozatban, hogy van-e szó a Szentírásban a gyermek iránti tiszteletről? Hát azt mondja, ott nincs. De a teljes Szentírásban, az újszövetségi Szentírásban van. Mert Jézus így is helyreállítja a teljességet. Milyen formán? Beszél arról, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa. Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek. Most nem azt jelenti, hogy infantilisek legyünk, hanem a gyermeknek a nyitottsága a szépre, jóra, az legyen meg bennünk a mennyei atya iránt, és aztán azt mondja, ha megbotránkoztat valakit a gyermekek közül, annak jobb volna, hogyha ha malomkövet kötnének a nyakára, és belevetnék a tengerbe. Ugye ez egy keleti kép, hogy mekkora felelősséggel tartozunk a gyermek iránt. Ugye, és ezt megint csak a mai világnak kell mondani, amikor tudjuk azt, hogy van gyermekpornó, meg gyermekrabszolgaság, meg sok minden van a mai harmadik évezredi világunkban. Most is van gyermekrabszolgaság. És ugye a gazdag nyugat sokszor a gyermekek szerveit, a harmadik világ gyermek szerveit is kiveteti, exportálja a maga jóléte érdekében. Ezek tények. Szóval Jézus szava, hogy jobb lenne, hogyha belehajítanának bennünket a tengerbe, ezek nagyon félelmetesek ekkor. Ugyanakkor nem mondja azt, hogy nincs meg az ószövetségi parancsnak az érvénye. Mert jóvá hagyja, hogy az igaz. Sőt, van egy eset. A zsidóknál volt egy olyasfajta szokás, hogy lehetett áldozati adományt vinni az oltárra, azt hívták korbánnak. De ahhoz nem lehetett senkinek hozzá nyúlni. Na most ezzel bizonyos fokig hivalkodtak a zsidók is, hogy ő viszi az oltárra, oda teszik, hogy lássák azt, hogy ezt ő hozta. Ugyanakkor megtörtént az, hogy egy szegény családból vitték az adományt, és neki a szülőket kellett volna támogatni, és azt mondja, nem odaadtad, hanem hivalkodtál vele, hogy te milyen nagy ajándékot adtál, és ezeket megrója, hogy a szülők iránti kötelességed az továbbra is fönnáll. Tehát úgy teljesíti be az Ószövetségnek a törvényét, hogy ugyanakkor a gyermek irányában is a kiegészíti éppen a gyermek tisztelete szerint. Vannak azonban nehezen értelmezhető részei az újszövetségi szentírásnak a gyermek és a szülő kapcsolatában. Mondd ilyeneket! Aki apját, anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aztán mondd ilyeneket, nem békét jöttem hozni, hanem kardot, mert azért jöttem, hogy szembeállítsam az anyóst a mennyével, és így tovább hozza a családi viszonylatokat. Hogy kell ezt értenünk? Most Jézus egyik szavával agyonüti a másikat? Nem. Pontosan szálán vezetetten gondolkodik, méghozzá az Ószövetség eredeti elgondolása szerint, hogy az Isten törvényét kell tovább vinni a családnak, és arra kell nevelnie a gyermekeit. Ott, hogyha valaki ezt nem teszi, akkor inkább kell az Istent választani. Mert a szülők iránti szeretet az analóg, tehát hasonlatos, hogy akkor töltik be a szülők ezt a szeretetet, akkor illeti meg, hogyha igazában Isten helyettesíti a szülők. De hogyha egyszer
ellene vannak az Isten törvényének a szülők, és nem akarják azt, hogy a gyermek azon az úton menjen tovább, akkor inkább az Istent kell választani. Ezeknek klasszikus példái szoktak lenni, akkor valaki szerzetesi hivatást választ, vagy papi hivatásra lép. Ugye erről sokféle történetet tudunk, hogy ilyenkor sokszor még vallásos szülők is a leghevesebben tiltakoznak. Az egyház kiközösíti azokat, akik erőltetik, tehát pszichikai, lelki kényszerrel erőltetik gyermeküket szerzetesi vagy papi hivatásra. Ha ez kitudódik. Ki vannak közösítve? A fordított esetet nem teszi meg, de kéri azt, hogy ne állják útját a szerzetesi vagy papi hivatásnak, hanem csendesen segítsék és imádkozzanak érte. De még másféle esetek is vannak, éppen a kommunizmus mutatott rá sok példát arra, hogy esetleg a gyermek hitre tért, és ki volt az, aki lebeszélte? A szülő vagy a nagyszülő. Így nem fogsz érvényesülni, így nem lesz majd ilyen meg olyan pozíciót, és a szülő volt legjobban ellene sok esetben, amikor keresztény hitre tért a gyermeke. Ilyenkor Jézus tanítása szerint Istent kell inkább választani. Egyébként a régmúltban is volt erre hasonló példa. Nem soká lesz Szent Margitnek az ünnepe. Hát mindenki tudja, hogy ugye 4. Béla, amikor menekült a tatárok elől, akkor megígérte, hogy születendő gyermekét felajánlja Istennek. El is küldt a Nyulak szigetére, később ugye Margit szigetnek nevezett helyre, ahol kolostorok voltak, ott nevelődött Árpádházi Szent Margit. De amikor a reálpolitikai érdeke azt kívánta, hogy jobb volna, hogyha a cseh királynak lenne a felesége, az ő lánya, és ezáltal az országa kapna egy északi megerősítést, akkor elment a kolostorba, és azt mondta a lányának, lányom, a 4. parancs kötelez téged, hogy engedelmeskedj nekem, tisztelj engem, és menj hozzá a cseh királyhoz, vagy a cseh herceghöz. Ugye, addig jó volt, addig, hogy megijedt, akkor felajánlott a gyerekét. Utána meg a 4. parancsra hivatkozott. Hát ezt nem lehet megtenni, mert ilyenkor az Isten törvényével kerülünk szembe. Tehát ebből a szempontból nem állnak a gyermek fölött a szülők. De hát még más esetekben sem. Tehát ha valaki megházasodik, bizonyos fokig el kell szakadni a szüleitől. Az is a baj sok esetben, hogy nem tudnak elszakadni a szülőktől. Ugye? Tehát valamilyen komplexusuk van a gyerekeknek, és erre még rájátszanak a szülők, akkor bűnt követnek el. Tehát, hogyha jönnek körül, hogy már 26-27 éves fiacská, és még mindig annyira itt van a mama mellett, ugye? Mert ez a jó, mert mindig én velem van. Nem gondolja azt, hogy ezzel rosszat tesz neki. Mert megszüntetve, megőrizve, egy Kanti dialektikával mondva, vagy Hegeli dialektikával mondva, vagy megszűnik egyfajta kapcsolat, egy magasabb fokon visszatér. Ez a normális dolog. Tehát még a házasság esetében sem lehet azt mondani, hogy neked a szülőket úgy kell szeretni, hogy nem élhetsz egy önálló életet. Mert a gyermek is önmagáért, mint az ember is önmagáért van. És azt is tudomásul kell venni, hogy neki a házastársát jobban kell szeretnie. Ugye? Tehát itt nem kell ilyen választásokat, hogy melyiket apádat vagy a feleségedet szereted jobban, mert általában ilyesfajta konfliktusokat nem hoz úgy az élet, hogy egy csónakból ugye ki kell lökni, de szokták ilyet mondani, hogy melyiket löknéd ki, hogyha merülnétek. De tudni kell azt, hogy első a házastárs. Utána jön, de ezt rendesen szépen be lehet juttatni az élet rendjébe. És ő neki most már a maga életét kell élnie, hogy annak idején ő is el tudjon szakadni majd a gyermekétől, és egy magasabb szinten ezt meg tudja őrizni. Tehát ha egyszer a földi életrendben van ilyesfajta különbségtétel és elszakadás, akkor az Isten viszonylatában mindig meg kell őrizni, mert Uradat Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Az Istennek, de elsőnek kell lennie a keresztény ember életébe. Ahogy, ha már a házasság elhagyja atyát, apját, feleségehez, férjéhez ragaszkodik. Tehát
így látjuk azt, hogy ez a tisztelet, ez nem mindig jelenti azt, hogy ők az elsők. És ezt az alárendeltséget, hogy így mondjam, az Istennek való alárendeltséget abba a tudatba kell tenni a gyermeknek is, és úgy kell elfogadni a szülőnek is, hogy valamennyien Istent kell előre helyezni az életünkbe. Aztán, hát ha így meggondoljuk és visszaemlékszünk a magunk gyerekkorára, vagy figyeljük a gyerekeket, akkor lehet azt látni, hogy a kicsi gyermek úgy tekint a szüleire, mint a féle-fél istenekre. Hogy azok mindent tudnak, mert mindent megoldanak helyette. Eljön az ember kamaszkora, akkor egyszerűen kritizálni kezdi a szülőket, hogy azok sem tudnak semmit. És amikor már nő a feje lágya, akkor rájön arra, hogy ők se voltak olyan emberek, akik ne küzdöttek volna meg az élet gondjaival, bajaival, és az okos ember ilyenkor az, hogy megkérdezem őket, hát ha van valami tanácsuk, mert nem velünk kezdődött a világ, de még csak nem is nagyapánkkal, hanem évezredek óta, és azt a bölcsességet föl kell használni. Na most olyan világot élünk, hogy pontosan ez hiányzik, mert az a 12 éves gyerek ért a számítógéphez. Az öregapja azt sem tudja, hogy hol kell bekapcsolni. Vagy bármi mást is. Ő úgy gondolja, hogy ő mindent tud az öreggel szemben. Meg sok más vonatkozásban. Őt már tanítják angolra, meg mindenre. El tudja olvasni. Ez okosság kérdése, de nem a bölcsességé. Amit egy idősebb ember mindig, hát addig, ameddig az értelme használatánál van, mindig jobban tud őrizni, mint egy fiatalabb, mert sok mindent látott, és a sok minden lát, és a sok minden megértségből le tud szűrni bölcsességet. De ehhez kellő alázat kell, és olyan ember, aki mindig a legmagasabb rendű szempontból, legmagasabb szempontból nézi az élet eseményeit. És az ilyen emberben megvan az a fajta alázat is, hogy nem szól mindig a gyerekének. Tehát nem állandóan hogy is szóvá teszi a hibáit. Mert egyszerűen megunta válik, hanem tudja azt, hogy most érdemes szólni. Most talán lesz foganatja. Majd rájön arra. Egyébként a tékozló fiú apja elengedte a gyereket. Tudta, hogy mi fog rá várni. És mégis elengedte. Érdekes dolog. Ugye? Hát menj, szabadságod legyen, de mindig várta. És ha meggondoljuk, Jézust is elengedték a szülei. Már 3 napot mentek, mi nem tudtuk, akkor jöttek rá, nincs közöttük. Ugye? Tehát egyfajta szabadság, ő akkor jött haza, 12 éves kor, az a fiúság elfogadása, a zsidóság, mert egyfajta nagykorúsítás, és elenged, hát akkor legyen abban a társaságban, amelyikben ő tartozik. Tehát nem lehet mindig megkötni, még annak árán se a gyereket, hogy sokféle veszély leselkedik rá. Tehát akkor is kell nem csak játszani, engedni, hanem egyfajta szabadság megélését gyakorolni. Most Jézusnál nagyszerűen látjuk azt, hogy ő hogyan engedelmeskedett, illetve hogyan töltötte be a 4. parancsolatot. Hazamennek Jeruzsálemből. Az egyébként egy prófétai tette volt, hogy ő ott maradt a templomban. Hogy rájöjjenek arra Szűz Mária és nevelőatya Szent József, hogy neki az életében az első, a mennyei atya. Egyébként ott van utána egy megjegyzés, hazament és engedelmeskedett neki. Az a Jézus Krisztus, aki világosan tudta, hogy ő az Isten fia. Tehát ő a második isteni személy, istensége szerint. Hazamegy és engedelmeskedett neki. Ez egy örök érvényű tanítás. A gyereknek pedig engedelmeskedni kell. Erre mondhatnak mindenféle liberális elméleteket, meg különböző iskolák tanítását. Sődöt jelent az a nevelés, ahol a kiskorú gyerek nem engedelmeskedik. A gyermeknek a jóban engedelmeskedni kell. És bizonyos fokig a hitre nevelésnél addig van rá hatásunk. Mert egy nagykorú gyereket már nem vihetünk el a templomba, de egy kiskorú gyerek jöjjön el a szüleivel. Ő engedelmeskedett neki. A kánai menyegzőn
egyet értett Máriával. Először mi gondunk ez, utána a szolgáknak szól, hogy mit csináljanak. A felnőtt embernek egyet kell tudni lényeges dolgokban érteni a szüleivel. Én ismerek olyan embereket, hogy fél óra után, mikor hazamennek, összevesznek a szüleikkel. Szóval valami apróságon, vagy sokszor nagyon dolgon nem tudnak, ez egy tragédia. Amikor valaki összevesz, nem tud együtt lenni. Én hazamegyek, én el tudok beszélgetni, most nem azért, de apámmal napokig el tudok beszélgetni, hogy dolgoztunk kint a réten, vagy bárhol. Sok dologban egyformán láttuk. Politikailag is, az élet megítélésével. Nem azért, mert én úgy alkalmazkodtam, mert rájöttünk kölcsönösen arra, hogy vannak közös értékeink. Tehát egyet kell tudni érteni a nagykorú gyereknek sok dologban a szüleivel. És amikor meghal Jézus a kereszten, akkor rábízza Jánosra. Ő tudja, hogy ő már nem éli túl, de gondoskodott róla, Máriáról. Hogy a felnőtté vált gyermeknek ereje szerint gondoskodnia kell a szülőről. Tehát ő maga is beteljesíti ilyen formán is a negyedik parancsolatot. Na most a negyedik parancsolatot azt értelemszerűen kiterjesszük a nagyszülőkre, sokszor azért is, mert azok nevelik a gyereket, kiterjesszük a nevelőszülőkre, sőt, az iskola tanáraira is értelemszerűen, mert ők a szülők helyettesei. Kiterjesztjük ezt, sőt azt lehet mondani, hogy a negyedik parancsolat az egyház szociális tanításának is egyik sarkpontja. Mert ha még jobban kiterjesztjük, akkor ott az egyház, amit családegyházzá szeretnénk tenni sokszor, ugye az egyház az egy kis család, és a családnak egy kis egyháznak kell lenni ott, ahol éppen megvalósul. Tehát éppen erre ugye a Szentírás ad példát, és a munkaadóknak is valamiképpen ilyen kapcsolatban kellene lenni, hogy egyfajta családias jelleget kellene kialakítani, ami sajnos megint nincs. Az Efezusi levélben olvassuk a Szent Pálnál, hogy azt mondja, hogy ti gazdák így és így viseljétek a szolgáknak a gondját. Én találkoztam még olyan öreg emberrel, akit kérdeztem, hogy ő mikor volt legboldogabb életében, azt mondta, amikor cseléd voltam, mert olyan gazdám volt, mint az apám. Neki meghalt ugyanis az apja, de nagyon jó gazdász, hogy olyan gazdám volt, mint az apám lett volna. Tehát abban a lebecsült világban, amikor cseléd volt, meg úr volt, meg gazda volt, ott is volt erre példa, tehát hogy ilyenfajta szemléletnek kellene lenni. És még valamiképpen a politikai közösségnek is ilyennék kellene válni. Erre majd egyébként ki fogok épp a negyedik parancsolat kapcsán térni, április, március 15-éhez közeleső, tehát 14-én, vagyis akkor ilyen nemzeti ünnepünk van, a politikai közösségnek a feladatáról, hát nem véletlenül mondjuk, hogy a képviselők a honatyák. Csak nem mindig szolgálnak rá erre a megnevezésre, de nekik honatyák, nekik úgy kellene az országot irányítani, mint hogy egy atya irányítja a saját családját. De miről van szó? Ugye megmondja a Szentírás. Ha valaki a maga házában nem jó gazda, hát akkor a nagyobban hogy lenne az? Akinek rendezetlen család élete van, megkérdezik a politikust, mi van a gyerekével, azt se tudom most, hogy kábítós-e vagy micsoda. Hogy lehet egy nagyobb közösségnek a vezetője? Tehát egy honatya is igazából olyannak kellene, hogy legyen, aki először a családjában éli ezt meg, és ki tudja terjeszteni. És végül is ugye a papoknak is ilyenné kellene válni analóg módon. 50-60 évvel ezelőtt azt mondták, hogy plébános úr, tisztelendő úr, stb. Újabban ugye, hogy atyának szólítjuk a papokat. Miért? Mert az volna az ideális, ha az Isten atyaságát juttatná annak a hívő közösségnek az eszébe, hogy gondot visel ránk, mint a mennyei atyánk. Tehát az volna a jó, hogy a pap olyan módon volna nem atyáskodva, hanem atyai szeretettel volna az egyház községben. Tehát ennek a negyedik parancsolatnak elég tág és sokfelé
kiágazó értelmezhetősége van. Mondottam, hogy még a politikai közösségre is ráhúzható a negyedik parancsolat, amiről majd kellő időben szólni fogok. Hát ezek után egy kérdés marad, ami esti lelkiismeret vizsgálati pont legyen. Mennyire tisztelem, mennyire szeretem én a szüleimet? Akinek még él, az most tegyen meg érte azért a tisztelete, amit tehet, mert utána sokszor lelkiismeret furdalás formájában előjön, erre számtalan példa volt már az életben, de akinek eltávozott, annak se kell lelkesedni, mert bennünket összeköt az imádság. 23. János pápa azt írta be a naplójába, amikor meghaltak a szülei, meghaltak az én drága jó szüleim, most már én bízva remélem, hogy odaát is imádkozni fognak értem. Tehát valahol ez a szülő-gyermeki kapcsolat még a túlvilágra is átmegy. Mert a szeretet nem szűnik meg. Nem nősülnek, nem mennek férjed odaát az emberek, de a szeretet kapcsolata, különösen a szülő-gyermek viszonyába, de a házastársak között is a szeretet kapcsolata, az meg fog maradni. Köszönöm szépen! Most pedig a mi atyánkot úgy imádkozzuk el, hogy Isten atyaságára gondoljunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsájt meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus.